Az elmúlt évtized egyértelműen a képalkotó röntgendiagnosztika fejlődéséről szólt. Nem csak a általános radiológia területén, hanem a fogászati radiológia terén is átütő eredmények történtek. Ezek az újítások szolgálják mind a páciensek, mind a beavatkozást végző orvosnak az érdekeit. Tehát gyakorlatilag egy biztosabb kezelési terv, egy biztosabb diagnosztikán alapul az, hogy milyen beavatkozást lehet majd végrehajtani. Nagyon fontos előrelépés volt a relatív kis sugárterheléssel működő digitális volumentomográfia megjelenése, vagy más néven a fogászati kombin CT. Egyre nagyobb számba kerülnek az országba kihelyezésre ezek a berendezések, egyre jobban elérhető, tehát nem 1-2-3 van az országban, hanem most már 30-nál is több. Alapvetően átrajzolták a piacot, és ez ténylegesen mindenkinek az előnyére válik. A Euromedic köztudomásulag már hosszabb ideje Magyarországon piacvezető az általános radiológiai szolgáltatások területén, tehát kórházaknak nyújtanak komplett radiológiai szakellátást és szolgáltatást gépháttérrel, szakemberekkel. A cég most nyit a fogászati képalkotás, szájsebészeti, implantológiai, radiológia irányában is, és ezért volt ez a felkérés, hogyha már forgalmaznak ilyen berendezéseket, akkor ne csak magát az eszközt tudják nyújtani, hanem a megfelelő szakmai ismeretet és hátteret is. Ugye elmondhatjuk azt, hogy csak azt látja a szem, amit tud az agy. Ezért nagyon fontos a megfelelő oktatás képzésnek a biztosítása, hiszen a kollégáknak meg kell ismerniük, hogy milyen elváltozásokat láthatnak. Az előadásnak is az volt a címe, hogy digitális volumentomográfia fogászati kombin CT, mikor igen, mikor nem. Arra tértem ki benne, hogy mire alkalmazható, mik a limitációi, és ezt gyakorlati példákon kívántam bemutatni. És itt az volt a érdekessége ennek, hogy nem csak egy forgalmazóval állunk szemben, hanem egy olyan szolgáltató van, aki most már berendezéseket is árul a magyar piacon, és emellé majd a diagnosztikai szolgáltatáshoz nem csak eszköz, hanem megfelelő szakembereket is képes csatolni.